A madarakra leselkedő leggyakoribb veszélyforrások az áramütés, az országúti balesetek, illetve sajnálatos módon a mérgezés. A Hortobágyi Madárkórház Alapítvány ezekről a sérült vagy beteg állatokról gondoskodik megfeszített erővel az év minden napján. Ezzel nagyon sokat kell dolgozni, tehát ilyenkor is most már mindig is 4 évszakos volt a tevékenységünk, de nyáron azért a csúcsszezonban reggel 8-tól éjjel 2-ig szinte minden nap. Tehát nincs olyan, hogy éjfél előtt az ember ki tud jönni a műtőből, mert annyi a beteg madár. Évente most már 2-3 ezer madarat látunk el a kórházban, és további 2-3 ezer madarat azon a 40 mentőhelyen országszerte, amelyekkel kapcsolatban vagyunk. Az áramütés ugye a legfontosabb probléma. Mondhatom azt, hogy a hozzánk beérkező 5-6 ezer madár, amivel kapcsolatban vagyunk, ugye közvetlenül és közvetetten, ezeknek az 1/3 az az áramütéssel kapcsolatban, vagy pedig a légvezetékekkel való ütközés, tehát mindenképpen az elektromosság miatt sérül. És ennek sajnos jelentős része elpusztul, illetve tartósan sérült nyomorékmadár lesz, amelyeket mi, mondhatom azt, hogy kevesek között az országban szinte egyedül életben tartunk, akkor is, hogyha féllábú, félszányú, és ott a Hortobágyi Madárparkban a látogatók okulására bemutatjuk, de ezeknek a madaraknak olyan életkörülményeket biztosítunk, hogy ott valamilyen szinten a körülményekhez képest érezzék jól magukat. Ennek bizonyítéka az, hogy megtartják a küzdőképességüket és a szaporodási képességüket. Tehát ott ők párba állva olyan tojásokat tojnak, utódokat költenek, és az utódokat tudjuk visszaadni a természetnek. Ez nagyon fontos. A másik dolog a mérgezés, ami miatt sajnos arányaiban, mennyiségét tekintve hasonló kárt tud okozni, mint az áramütés, de hozzánk, ami mérgezett és élve kézre kerül, az nagyon kevés, viszont annak a hatásfoka, a gyógyítási hatásfoka egész jó, de sajnálatos módon minden évben, most itt az utóbbi hetekben is egy fokozottan védett parlagisas és egy fokozottan védett rétisas pusztult el mérgezés következtében. Annak ellenére, hogy ugye azért ennek elég sok nyilvánosságot igyekszünk adni, akár a médián, akár a mi saját tevékenységünk során, és még mindig csinálják tiltott, mégis van. Kéne olyan erre született, olyan megfelelő hivatástudattal rendelkező elhivatott kollega, aki ebben segít, és majdan folytatja ezt a tevékenységet. De nem csak állatorvos, önkéntesek. Van elég önkéntesünk, de sosem annyi, mint amennyivel ezt a munkát jobban lehet végezni. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk minden olyat, aki tenni akar ez ügyben. Jelentkezzen nálunk a honlapunkon, található e-mail címeken, és töltsön ott egy hétvégét, 1 vagy 2 hetet Hortobágyon mi nálunk.